Jobban kezdte a mérkőzést a fehér mezben pályára lépő Békés Csaba. A 13. percben így is futott el a jobb oldalon. Lapos beadása után Cékus Ádám érkezett középen, és megszerezte 10. bajnoki gólját ebben a szezonban. Sokáig azonban nem örülhettek a hazai szurkolók. A 18. percben Szakály jobb oldali szögletét követően Varjas Zoltán fejelt a kapu bal oldalába. A folytatásban inkább a csabaiak kezdeményeztek, a 40. percben a betegség miatt hiányzó Lukácsot helyettesítő I. és Tamás emelt Winter felett a kapuba, így a házigazda megérdemelten vezetett a szünetben. A Békés Csaba maga biztosan őrizte előnyit, a Siófok kaput eltaláló lövésig sem jutott, a hazaiak Cékus révén pedig el is dönthették volna a 3 pont sorsát a 85. percben, de a támadó a kapufát találta el. A Balatonparti gárda már a hosszabbítás pillanataiban egyenlített, Dénes Csanád az 5-ösről fejelt a kapuba, és állította be a 2-2-es végeredményt. A hazai csapatnak nagyon kellett, ez a már 3 pont, tudjuk tabela hova állnak, de mi nem játszottuk egy első felidő, jó másik se, csak saját maga vértük első felidő, sok hiba volt, értem, sok meccsen volt, az harmadik, sok fiatal játékos volt, ez küzdelem volt, harc volt, nagyon nehéz mérkőzés volt. A Békés Csaba 3 fordulóval a vége előtt visszacsúszott a szezon végén kiesést jelentő 19. helyre. Megint 2 fejes gólt kaptunk, és mind a 2 olyan volt, hogy hárítani kellett volna, de sajnos a csapat olyan paszban van, hogy mindig hozza a hibát. Egyszer az egyik játékos, egyszer a másik, de hogy 90 percen keresztül nem tudunk koncentrálni. Pásztor József együttese legközelebb vasárnap a 6. helyen álló Soroksár otthonában lép pályára.